Üdv, szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban megmutatom neked, hogyan flörtölj angolul. Ha érdekel téged az önálló angol tanulás, akkor iratkozz fel erre a csatornára, és hogyha szeretnéd egyszer és mindenkorra megérteni az angol nyelvtant és letenni a középfokú nyelvvizsgát, akkor lent a leírásban nézz rá a tréningjeimre. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba. Ebben a videóban megmutatom neked, hogy hogyan flörtölj, és hogyan hívj randevúra valakit angolul. A videó végén pedig megmutatom azt is, hogy hogyan tudsz udvariasan visszautasítani egy közeledést angol nyelven. Természetesen, ahogy azt megszokhattad, az összes mondatot megtalálod ennek a videónak a leírásában. Nos, mielőtt rátérnénk ezekre a mondatokra, nézzük meg azt, hogy mi az, ami egyáltalán nem működik a mai angol nyelvben, és mi az, amit semmiképpen ne használj. Vannak az angol nyelvben úgynevezett csajozós dumák, amit az angol úgy hív, hogy pick up line. Talán már te is hallottál ezekről. Hadd mondjak, arra az esetre, ha nem, hadd mondjak egy nagyon-nagyon klasszikus ilyen mondatot. Did it hurt when you fell from heaven? Ugye, fájt, amikor leestél a mennyből. Ugye ezzel a mondattal arra utalunk, hogy az a hölgy, az a lány, akivel éppen beszélgetünk, angyalian szép és angyalian gyönyörű. Na most ezt a mondatot és a többi ilyen csajozós szöveget teljesen felejtsd el. Ezek elavultak, mindenki már több milliószor hallotta őket, és a mai angol nyelvben, illetve egy mai manapság egy angol nyelvi országban, ha ezeket a mondatokat mondod, ez inkább olyan szánalmas, vicces és kellemetlen. Tehát semmiképpen nem fogsz vele egy pozitív hatást elérni. Nézzük azonban azt meg, hogy mik azok a mondatok, amik működnek, vagy működhetnek. Vannak olyan kifejezések az angolban, amit egyértelműen a flörtöléssel társítanak. Ha ezeket a mondatokat használod, akkor mindenki számára egyértelmű lesz, hogy flörtölni akarsz, és ezek a mondatok sokkal természetesebben hangoznak a modern nyelvben. Nézzük az első ilyen mondatot. Are you on Facebook? Are you on Facebook? Fönt vagy a Facebookon? Ugye a Facebook helyett bármilyen más közösségi oldalra is rákérdezhetsz. Ha megismertél valakit, és nem akarod rögtön elkérni a telefonszámát, de szeretnél valamilyen kapcsolatot az illetővel, szerintem ez a legártalmatlanabb közeledési mondat. Mindenki számára egyértelmű lesz, hogy kapcsolatot szeretnél. Nézzük ezt a mondatot egy szövegkörnyezetben. Are you on Facebook? Yeah, of course. Can I add you? We can hang out sometime. Sure, that would be great. Tehát fönt vagy a Facebookon? Igen, persze. Felvehetlek? Aztán találkozhatnánk valamikor. Nagyszerű, ez klassz lenne. A következő mondat a kettes számú. Can I get your number? Megadnád a számod? Ugye ez ugyanaz a helyzet itt, mint az előbbi mondatnál, de ez egy kicsit rámenősebb az előző változatnál. Ha nemleges választ kapsz, akkor sem kell rögtön feladnod. Lehet, hogy ez a hölgy, akivel éppen beszélsz, vagy úr, nem szeretné megadni rögtön a telefonszámát, nyugodtan visszatérhetsz az első pontra, és kérhetsz egy elérhetőséget a közösségi oldalakon. De ha arra is nemleges választ kapsz, akkor én azt javaslom, hogy hagyd az illetőt, mert nem akar ismerkedni. A harmadik számú mondat, mi van akkor, hogyha egy bókkal indítasz, hogyan tedd ezt meg? A mondat így hangzik, I love your... Tehát tetszik a... és akkor valamivel folytathatod. Én azt javaslom neked, hogy semmiképpen nem mondjál valami fizikai tulajdonságot. Például I love your body, tetszik a tested, ezt semmiképpen nem mond, hanem valamilyen kedves, ártatlan dolgot dicsérj meg. Például I love your smile, tetszik a mosolyod, I love your eyes, tetszenek a szemeid, és így tovább, és így tovább. A következő negyedik mondat ennek egy még szofisztikáltabb és elegánsabb változata, ez nekem az egyik kedvenc mondatom. Has everyone told you that? Amit úgy lehetne magyarra fordítani, hogy mondták már neked? Ugye, ha ezzel a bókkal udvarolsz a hölgynek,
egyáltalán nem fogsz agresszívnek tűnni. Nézzünk itt is egy példamondatot. Has anybody ever told you that you have a beautiful smile? Mondták már neked, hogy milyen gyönyörű a mosolyod? És akkor ezzel elfolytatod a beszélgetést. Az ötödik mondat. Ugye ezeket a mondatokat én akkor javaslom, hogyha egy szórakozó helyen akarsz ismerkedni, és még nem beszéltél korábban a hölgyel. Mi van akkor, hogyha egy kollégáddal, vagy egy barátoddal szeretnél egy kicsit komolyabb kapcsolatot, és őt szeretnéd randevúra hívni? A mondatunk így hangzik. Are you seeing anyone lately? Are you seeing anyone lately? Jársz valakivel mostanság? Tehát mindenképpen akkor nyiss ezzel a mondattal, vagy akkor mondd ezt a mondatot, ha már egy bizonyos ideje ismered a hölgyet, és barátok vagytok. Nézzük ezt is kontextusban. So Claire, are you seeing anybody lately? I'm not. And you? No, but I have my eye on someone right now. Nos, Claire, jársz valakivel mostanság? Nem. És te? Nem, de kinéztem valakit magamnak. Jó, és akkor, ahogy ígértem, nézzük meg, hogy hogyan tudsz egy közeledést elhárítani. Mit mondj, ha valaki közeledni próbál, de neked nem szimpatikus az az illető. A leges, legrövidebb és legegyszerűbb mondat, sorry, I have a boyfriend, vagy sorry, I have a girlfriend. Ugye? Bocs, van barátom, vagy van barátnőm. Szórakozó helyen, vagy egy klubban ez a legegyértelműbb visszautasítás, és egyáltalán nem sértő. Vannak még ilyen ennél is finomabb visszautasítás mondatok az angol nyelvben, például mondhatod azt, hogy I need to focus on my career right now, vagy I don't have time for a relationship right now, tehát a karrieremre szeretnék fókuszálni most, vagy nincs idő most egy kapcsolatra, de mivel mind a két mondatban ott van a most szó, úgy is lehet ezeket a mondatokat értelmezni, hogy később még visszatérhettek erre a dologra. Jó, ez rajtad múlik, hogy melyik mondatot akarod használni. Mi történik akkor, hogyha a munkahelyeden vagy baráti körben próbálkozik valaki, és szintén te nem akarsz ezzel az illetővel randevúzni, egyszerűen elég, ha annyit mondasz, I'm seeing someone. I'm seeing someone, tehát járok valakivel. Ha egy barát vagy egy kolléga próbálkozik, ez is egy nagyon visszafogott mondat, és egyáltalán nem sértő. És a legvégére hagytam egy igazán durva és kemény visszautasítást, ami egy szintén egy nagyon rövid mondat, és úgy hangzik, get lost. Get lost. Tehát kopj le. Ugye, ez egy nagyon durva visszautasítás, akkor használd ezt, amikor nem akarsz udvariaskodni, és egyértelműen jelezni akarod a másiknak, hogy egyáltalán nem szimpatikus neked, például egy szórakozó helyen. Nézzük ezt is egy szövegkörnyezetben. How about I buy you a drink? Get lost. Mit szólnál ahhoz, ha vennék neked egy italt? Kopj le! Nos, a videó végén én köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, remélem, hogy hasznosnak és érdekesnek találtad. Ha igen, akkor kérlek, oszd meg barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!